Hogyan indult be és hogyan működik a távoktatás a Budaörsi Mindszenty József Római Katolikus Általános Iskolában? Kérdezem Szabó István igazgatót. Úgy gondoltuk az első körben, hogy könnyebben, aztán azonosultunk néhány problémával, de összességében azt gondolom, hogy most egy ilyen 3 hetes időszak után nyugodtan mondhatom, hogy beindultunk, sikerült megoldani a helyzetet. Nem egyedül természetesen a gyerekekkel és a szülőkkel, közreműködve, együttműködve. Én azt gondolom, hogy most már nyugodtan mondhatjuk azt, hogy teljesen rendben működik. Melyek voltak az említett problémák, és hogyan sikerült úrrá lenni rajtuk? Hát igazából az első és legfontosabb dolog az a bizonytalanság volt. Tehát az a bizonytalanság, hiszen ez egy teljesen új helyzetet teremtett mindenki számára. Új helyzet volt az intézmény vezetésnek, új helyzet volt a pedagógusnak, gyereknek, szülőnek, mindenkinek. És minden ilyen bizonytalansági tényező az együtt jár egy ilyen félelemmel, tartással. Igazából az első körben igazából ez rányomta alapvetően a bélyegét a dologra. Ami ugye nehézség volt az, hogy először fel kellett térképezni a körülményeket. Annak ellenére, hogy tehát idejáró gyerekekről van szó, az alapvetően az új helyzetnek köszönhetően fel kellett térképezni azt, hogy ki az, aki otthon van, mint szülő, ki az, aki nincs otthon, ki az, akinek vannak megfelelő, tehát infrastruktúrális eszközei, kinek nincs, és akkor gyakorlatilag az első 1-2 nap, az első hét az gyakorlatilag ezzel indult. Nagyon sok kollégánk foglalkozik online felülettel a mindennapokban, de ilyen típusú tehát feladat még senki előtt nem volt. És ez igazából, ez az új típusú feladat, aztán meg kellett küzdeni. Meg kellett küzdeni azzal a nehézséggel, hogy akkor most mennyi legyen a tananyag. Hiszen most idáig ugye akinek volt kedve, az csinálta, akinek kevésbé volt kedve, nem csinálta, most viszont mindenki rákényszerült valamilyen online felületre. Azonosultunk azzal a problémával, főleg az első 1-2 napban, hogy ugyanazzal az elvárási rendszerrel, ugyanazzal a tananyag mennyiséggel próbált meg tovább haladni, mint ami a mindennapokban van. Hát ez nagyon rövid idő alatt, gyakorlatilag 1-2 nap alatt kiderült, hogy itt nagyon sok dolgot mi nekünk is, mint pedagógusok, át kell gondolni. Nagyon-nagyon nyitottak voltunk tehát a problémáknak a meghallgatására. Szerencsére a szülők részéről is érkeztek tehát jelzések, és igazából most kialakult egy olyan egyensúlyi állapot, ami alapján szerintem nagyon-nagyon jól működünk. Egy-két részletkérdés. Feltételezem, hogy katolikus iskola révén itt azért a gyermekáldás az elég nagy családonként. Mi van egy olyan családnál, ahol mondjuk 3 gyerek kényszerült az otthontanulásra, plusz igen, talán a 2 szülő is home office-ban, 5 gép egy családban egy időben, az elég bizonytalan. Igen, ez valóban így van. Tehát ez volt az egyik ilyen jellegű, tehát sarkalatos pont. Tehát át kellett gondolnunk, és kellett gyakorlatilag egy folyamatos egyeztetés itt intézményvezetés, illetve a kollégák egymás között, hogy akkor hogy is történik meg, hogy ne legyen ütközések, milyen ütemezéssel tartsuk meg tehát az online órákat. Ahhoz, hogy tényleg minden gyerkőt a családban, hogyha esetleg 2, 3, 4 vagy akár még több gyermek van, azok hozzá tudjanak férni azokhoz az infrastruktúrális eszközökhöz, amire szükség van. Tudtak gépet adni más iskolákhoz hasonlóan a rászoruló családoknak, esetleg az iskola állományából? Hát aki jelentkezett nálunk, azokat ki tudtuk elégíteni ebben a kérdésben. Van egységes álláspont az értékelésről, és le tudják-e zárni a tanévet? Igen, hát jelen állás szerint egyetlen egy darab, tehát közös pontunk van az, hogy tehát az egy közös megállapodás volt, hogy lehetőség szerint tehát ne romoljanak a tanulmányi átlagok, ez nagyon-nagyon fontos, hiszen gyakorlatilag amikor elindultunk ebben tehát az új rendben, akkor gyakorlatilag 72-70%-a már megtörtént a tanévnek, tehát igazából azzal, hogy le tudjuk-e zárni a gyerekeket, az szerintem tehát nem kérdés ebben az esetben. Itt igazából az értékelésnek a szintje az, vagy a mikéntje ilyen formában. Hát a kollégák nagyon ügyesen kitaláltak különböző megoldásokat, a számunkérések folynak, természetesen megfelelő odafigyeléssel, megfelelő türelemmel, és én azt gondolom, hogy az, hogy le tudjuk zárni az évet, az megint nem kérdés. Önök is váltogatják a különböző
rendszereket, tehát a Krétától a Classroom-on keresztül a élő online óra tartásig? Van egy olyan rendszerünk, egy NEO nevezetű rendszer, amit már régóta és nagyon sok kollega használja, legfőképpen a felső tagozatosok, de az alsó tagozatban is volt több kollega, és igazából ezzel a rendszerrel indultunk el. Ez megint egy ilyen viszonylagosan azt gondolom, hogy tehát nagyon rövid idő alatt, szinte órák alatt, tehát ez egy közös pont volt a további munkában. Aztán utána jöttek a különböző egyéb, tehát online felületek, hogy akkor hogy oldjuk meg például többek között az online óráknak a tartását. És akkor ott voltak különböző próbálkozások, de igazából itt is megtaláltuk a Zoom nevezetű felületet, ahol gyakorlatilag a kollégák online órákat tartanak, online osztályfőnöki órákat tartanak, egyéni, tehát konzultációkat tartanak a gyerekeknek, szülő értekezleteket tartanak, és ragozhatnám a kérdéskört. Egyetlen egy kérdést engedjen meg még a végére, ez a ballagás. Távoktatást azt kitalálták, működik, távballagásról még nem hallottunk, bár a telki iskolában már beszélgettünk róla, tehát teljesen konkrétum igazából nincs. Itt egyetlen egy fontos dolog van, amiben megállapodtunk a 8-as szülőkkel, illetve a 8-as osztályfőnökökkel, hogy mindenképpen augusztus 31-e előtt, akár egy később időpontban, valamikor augusztus közepe tájékán, de biztos, hogy meg fogjuk tartani a ballagást.